hát ez a Henrik Böll alapítványnak, a Prága irodának és az Ökopolis alapítványnak a közös rendezvénye, Tabuk nélkül az atomenergiáról, Láncreakció Tabuk nélkül az atomenergiáról és egy atomenergiamentes világról. Meg kell találni azokat a módokat és azt a módot, hogy hogyan lehet nagyon komplex és elvileg szaktudást igénylő információt úgy eljutatni és úgy párbeszédet folytatni, hogy azt mindkét oldal megértse. Nekem egy új dolog, hogy fesztivál konferencia, én még erről megmondom őszintén nem hallottam, de ez nekem nagyon tetszik, hogy össze van kötve különböző kulturális programokkal, tehát nem csak a tudomány, hanem a zene, film és képzőművészet is. Fesztivál konferencia magyarországi hagyományai a Védegylethez vezethetők vissza. Alapvetően a fesztivál és a konferencia pozitívumait, előnyeit ötvözi magába. Ez azt jelenti, hogy egy tágabb kontextusról beszélünk, nem csak egy szűk szakmai konferenciáról, hanem mind a diskurzus minősége, színvonala, mind a konferenciák, kiállítások, filmvetítések összekapcsolódnak és egymást erősítik, így sokkal több emberhez jut el egy-egy üzenetünk, és sokkal szélesebb közönséggel tudunk vitatkozni, és sokkal több az eszköz erre, nagyobb az eszköztárunk. Konferenciának a célja, hogy helyzetbe hozza az állampolgárokat, hogy olyan tudás és információ birtokába juttassa őket, hogy ők maguk képesek legyenek megítélni az atomenergiáról elhangzó, nagyon eltérő ellentétes véleményeket. Ezért úgy válogattuk össze, hogy nagyon sok szempont, és lehetőleg minél több megszólaló legyen jelen a konferencián. Elsősorban az atomenergiának a gazdasági, technológiai összefüggésére koncentráltunk, hogy mennyibe kerül ez, kell-e nekünk építeni új blokkokat, megéri-e, nem pedig arra, hogy biztonságos az atomenergia, mivel azok sokkal szubjektív, azok egy szubjektív értékítéletek. I think there are still a lot of misconceptions about nuclear power. I think there is still a belief that it's cheap energy because Hungary hasn't always been exposed to the full costs in the past. Ha úgy vesszük, maga ez a téma sokáig tabu volt, tehát évtizedeken keresztül úgy döntötték el. Végül is valóban nagyon speciális szakmai kérdésekről van szó, tehát ez érthető, de úgy döntötték el, hogy gyakorlatilag csak néhány tudóst, néhány szakpolitikust vontak be a döntésbe. Ez a tabu itt és ma megdőlt. I think it's important that many experts are presented, have presented their views here, that in my understanding everybody who has say in the debate in Hungary has been here, or at least different views have been presented, and I think this is already important because if you want to have a dialogue, real dialogue, you need to bring people together in person, not to let them just communicate through papers and through articles. Itt most egy nagyon komoly nemzetközi szereplőket is felvonultató vita zajlott arról, hogy mennyire megalapozott
a magyar atomenergia jövőbeni használata. Mennyire kell közgazdasági szempontok vagy egyéb okok miatt elgondolkozni alternatívák választásán és a magyar energetika elmozdításán egy atomenergia nélküli irányba, és hogy erről jó rész szakmai vita tud zajlani. Szűrni, hogy a tudományos élet és a politikai élet között nincs egy ilyen konszenzus, tehát egyik a saját igazát bizonygatja, a másik, és így nem bírnak megegyezni, miközben szinte még egy szükség lenne rá. Nekem így ez jön le az elmúlt két nap alapján. Én nagyon boldog vagyok, meg az elsődleges kitűzött célunk megvalósult. Azok az emberek, akik itt voltak, feldobódva lelkesen mentek el, látszott, ahogy tágult ki a látóhatárok, ahogy ezt se tudtam, ez is így van, de lehet így is. Úgy érzem, hogy az emberek úgy érezték, hogy egy korrekt tájékoztatást kaptak, éles vitákat. Én személy szerint annak örülök legjobban, hogy ugyanezt láttam az előadóinkon is. Tehát, hogy azok az előadók, akik már évek, évtizedek óta ezen foglalkoztak, most végre úgy érezték, hogy de most végre a valódi kérdésekről beszél valaki, és ők egymással is valódi vitába bonyolódhattak, amelyek esetleg őket sem hagyják nyugton. A konferencia tapasztalata, talán a legfontosabb tapasztalat nekem az volt, hogy egész egyszerűen a zöld mozgalom, az atomkritikus mozgalom felnőtt. És olyan érvekkel tud előállni, olyan megalapozott szakmai érvekkel, amelyekre nagyon nehéz ellenérvet mondani. The message was fairly clear today that energy efficiency is the best thing that we can do now. And it has a double payoff. It's going to help people afford to buy their energy, but it's also going to lead to a cleaner energy system. A vágyott jövőkép az, hogy az egy valaki mindent visz játékról lemondunk, és olyan energiamixet, hogy divatos szóval éjek itt tanultam most, olyan energiamixet alkalmaz majd Magyarország, ami kellőképpen rugalmas, a nagyon gyorsan és teljesen kiszámíthatatlanul változó világhoz megfelelően tud alkalmazkodni. Szakmai konszenzus alakult ki a tegnapi nap folyamán, hogy a következő 10 évben a rossz hír, hogy nem fogunk tudni új atomerőművet építeni, jó hír, hogy erre nincs is szükség. A rossz hír, hogy nincs rá pénzünk, és senki nem bízik az országban eléggé ahhoz, hogy ezt a 3000 milliárd forintot hitelként ideadja. A nagyon jó hír, hogy nincsen döntéskényszer, körülbelül 20 évig biztos, hogy nem kell új blokknak indulnia, következő 10 évet energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiák fejlesztésére tudjuk fordítani. I think events like today are very important because no country should embark on a new nuclear power program without full informed consent of the public. And for the public to give that consent, they need to hear all the facts, to hear all the arguments, all sides of the argument. And I think today was a good event from that perspective. I hope this kind of dialogue, also including representatives of the government, will continue. And we as a Heinrich-Böll Foundation are always ready to contribute with our expertise, with expertise of our partners, and work with you further, not only in the energy field, but also in the area of democracy, human rights, gender issues. Slowly rock the foot forward, going from mellow to sharp.